Üdvözöllek, László Viktória vagyok, és most a Forrás című gyakorlatot hallgatod. Ez most a te tered, ez most a te időd, ez most a te lehetőséged, hogy megtapasztald, milyen is az, amikor kapcsolódsz a saját forrásodhoz, és minden elérhetővé válik a számodra. Hunyd le a szemed, és helyezkedj el. Kényelmesen. Ez most a te tered, a te időd, a te életed. Próbáld meg egy pillanatig megérezni azt, ahol vagy. A talpadat jobban a földhöz nyomni, ha tudod, és megérezni azt, hogy ez megtart. Ha gondolod, simítsd végig az egyik karod a másikkal, mint te vagy, simogató, és az, aki érez, és te vagy az a finom melegség is, ami az érintésed nyomán keletkezik a testedben. Körülvesz a szoba, körülvesz a helyiség, amiben vagy, és persze ott van a levegő, amit beszívsz, és kifújsz, és ez a körforgás anélkül teszi a dolgát, hogy gondolkodnod kellene rajta. Most kérlek, vigy pár mély lélegzetet, és figyeld meg, ahogy nem kell erőlködnöd, vágynod a levegőre. A levegő, ami körülvesz, csak arra vár, hogy úgy dönts. Most beszívod, felhasználod. Majd pedig akkor, amikor kifújod a levegőt, magával hozza mindazt, amit ebben a pillanatban el tudsz engedni. Milyen érzés, hogy mindig van új levegőd? Milyen érzés, hogy van mit elengedned? És el tudod hinni, hogy képes vagy úgy kifújni a levegőt, hogy nem kerülsz veszélybe, hogy nem maradsz üresen, források levegő nélkül. Csak vigy pár lélegzetet, azzal a tudattal, hogy lehetőséged van ezt megtenni. Most végy pár lélegzetet, azzal a tudattal, hogy minden rendben van. Azzal a tudattal, hogy a levegő elérhető a számodra. Azzal a tudattal, hogy nem maradsz levegő nélkül. Most figyelj egy picit a szívedre. Talán könnyebb, hogyha oda teszed a kezed, de nem szükséges. Egyszerűen csak próbálj meg összehangolódni vele. Odafigyelni rád, hogy szorgalmasan érted dobban, téged éltet. A tested a legjobb bizonyíték arra, hogy minden megy a maga útján. És ahogy a szívedre figyelsz, próbáld megérezni a benne lévő életet, melegséget. És ha tudod, fogadd el azt a szeretetet, amit ebben a pillanatban neked kínál. Ahogy itt vagy ebben a melegben, szíveddel, szeretetben. Próbáld meg elképzelni, milyen lehet ennek a szeretetnek a középpontjában lenni. Mintha mindez a szeretet, ami benned van, most nem csak benned lenne, de teljesen körül benne. Meleg, puha, befogadó, és a tiéd. Ez a te világod, szeretetteli középpontja. És most, ahogy itt vagy, ha te is szeretnéd, behívhatod a forrásodat. Minden, ami az életedbe beáramlik, tőle származik. Belőle indul. És így kap teret az életedben.
A forrás végtelen és kiapadhatatlan. És a tiéd? Talán már sokszor tapasztaltad az életedben, hogy akkor is, ha ez a forrás létezik, mégsem tudsz kapcsolódni hozzá, hogy az, amire vágysz, mégsem jut el hozzád. Mindig van lehetőség arra, hogy a forrásod és te még jobban összehangolódjatok. Mindig van lehetőség arra, hogy kézen fogjátok egymást, és megszülethessen valami új és csodálatos az életedben. Most adok neked egy kis időt arra, hogy elképzeld a forrást. Talán egy személyként látod, vagy talán a meditációkban nem is látsz, csak van egy általános elképzelésed, ami érzésekből és gondolatokból áll, hogy milyen is ez a forrás. Mindaz, amit el szeretnél mondani neki, el fog jutni hozzá. Ehhez nem kell tenned vele semmit. Nem kell nagyobbá válnod, vagy közelebb menned. Egyszerűen csak lehetsz az, aki vagy. És kimondhatod mindazt, amit szeretnél. Talán mindazt, amire vágysz. Talán az elkeseredettségedet fejeznéd ki. De elmondhatod neki azt is, szeretnél vele együttműködni. Mi lenne, ha most megpróbálnád nyitottan fogadni mindazt, amit a forrásod szeretne mutatni, vagy közölni veled. Lehet, hogy beszél hozzád, lehet, hogy érzéseket, vagy képeket küld. Csak próbálj meg egy kicsit arra figyelni, mi érkezik tőle most hozzá. Ezt a gyakorlatot annyiszor elvégezheted, ahányszor csak úgy érzed, hogy segít abban, hogy összehangolódj a forrásoddal. Meg is köszönheted neki, hogy meghallgatott, hogy beszélt veled. És ha tudod, köszönj meg magadnak is, hogy elég bátor vagy ahhoz, hogy itt légy a szívedben. Szeretnél még vele egy kis időt tölteni? Megteheted. Ha pedig úgy érzed, hogy ideje most visszatérni ebbe a valóságba, akkor finoman és lassan mozgasd meg majd az ujjait. Akár egy picit nyújtózkodhatsz is. És amikor úgy érzed, hogy készen állsz rá, nyisd ki a szemed, és nézd körül. Itt vagy. Az életedben, miközben tudod, hogy van egy fantasztikus, szeretetteli középpont benned, ott van a szívedben, és azt is tudod, hogy létezik egy kapcsolat közted és a forrás között, ami ezt a valóságot, amiben most is vagy, képes alakítani. Ez a te élet. A te valóságod, a te vágyaid, a te teremtésed.